Dalnyegorszk, ez a kis távol-keleti, oroszországi bányászváros 1986 elején került fel az ufológia képzeletbeli térképére, amikor is egy hideg téli napon a helyi lakosok egy UFO lezuhanásának szemtanúi voltak. Az eset azonban majd egy évtizeddel később, 1995-ben kapott nagyobb nyilvánosságot és vált nemzetközileg is híressé, amikor egy ufológiával foglalkozó amerikai tévésorozat, a Sightings úgy döntött, hogy feltárja a baleset titkait. A High 611 UFO incidens olyan bizonyítékokat produkált, amelyek még a legelszántabb szkeptikusok számára is nehezen tagadhatók. Az esetről ugyanis rengeteg tárgyi bizonyíték maradt fent, a több száz szemtanú révén pedig a Szovjetunió talán egyik legdokumentáltabb és leginkább hitelesített UFO esete lett. Szovjetunió, Dalnyegorszk, a Primorszk vidéke. 1986. január 29. Dalnyegorszk felett este 7 óra 55 perckor legalább 20 szemtanú egy furcsa, vörös gömbre lett figyelmes a város fölött, amely délkeleti irányban repült. Hangtalanul és a talajjal párhuzamosan mozgott, átmérője körülbelül 3 méter volt, közel tökéletes kerek alakú, kiálló vagy üregesedés nélküli, színe az égő rozsdamentes acéléhoz volt hasonló. Az egyik szemtanú, V. Kandakov szerint a tárgy sebessége 55-60 km/h lehetett. Az objektum lassan emelkedett és ereszkedett, fénye pedig minden egyes alkalommal, amikor felemelkedett, felizzott. A High 611 nevű dombhoz közeledve az objektum megrándult, majd zuhanni kezdett lefelé. A szemtanúk gyenge, tompa puffanást hallottak, amikor a tárgy a sziklákra zuhant. Ezután a rejtélyes objektum egy órán át égett intenzíven a dombon, más források szerint 4 órán keresztül. Dr. Valery Dvuzsilnyi, a távol-keleti rendellenes jelenségekkel foglalkozó bizottság vezetője volt az első, aki a balesetet vizsgálta, és aki 2 nappal a balesetet követően érkezett a helyszínre. A területet akkoriban vastag hó borította, ám a lezuhanás helyén, amely egy sziklapárkányon volt található, egyáltalán nem volt hó. A helyszín körül mindenütt szilikátos, szilánkokra töredezett sziklák maradványait találták, amelyek füstösek, korommal borítottak voltak. A helyszín szélén egy facsonkot találtak, amely égett volt és vegyszerre emlékeztető szagot árasztott. Sok darab ezüstös fém részecskéket tartalmazott, némelyik permetszerű, némelyik megszilárdult cseppalak formájában. A helyszínen összegyűjtött tárgyakat később apró hálóknak, kisgolyóknak, ólomgolyóknak és üvegdaraboknak nevezték, mivel a tárgyak leginkább ezekre hasonlítottak. Az alaposabb vizsgálatok nagyon szokatlan tulajdonságokat tártak fel. A cseppeknek emlegetett darabkák kémiai összetétele pedig vas, alumínium, mangán, nikkel, króm, wolfram és kobalt nagy mennyiségű keveréke volt. Amikor néhány ilyen cseppformát vákumos környezetben megolvasztottak, némelyik szétterült, míg mások golyókká formálódtak. A cseppek felét domború, üvegszerű struktúrák borították, ám sem a fizikusok, sem a kohászok nem tudták megmondani, hogy mik ezek. Az apró, hálószerű darabkák vizsgálata is inkább további kérdéseket eredményezett. Az egyik apró háló szakadt és nagyon vékony, 17 mikrométeres szálakat tartalmazott. A szálak mindegyike még vékonyabb szálakból állt, fonatokba kötve. Ezekben a fonatokban nagyon vékony aranyhuzalokat is találtak. A kutatók úgy fogalmaztak, hogy lehetetlen megérteni a szerkezetüket és kialakulásuk természetét. A. Kulikov, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája távol-keleti osztályának kémiai intézetének szakértője szerint a háló az üveges szénre hasonlított, ám egy közönséges tűzben soha nem keletkezhetne ilyen anyag. Az összegyűjtött tárgyak legrejtélyesebb aspektusa azonban az arany, ezüst és nikkel eltűnése volt a vákumban való olvasztás során, továbbá a molibdén gyakorlatilag semmiből történő megjelenése. Az egyetlen dolog, amit többé-kevésbé könnyen meg lehetett magyarázni, a helyszínen talált hamu volt. Úgy tűnt, mintha valamilyen biológiai anyag égett volna el a becsapódás során. Gondoltak madárrajra, kóborkutyára vagy olyan állatra, amely eleve a zónában élt. Vagy valakire,
aki a tárgyból zuhant ki. A várostól 10-15 kilométerre délre fekvő Krivaja folyónál talált minták közül több tucatról bebizonyosodott, hogy 2000 Celsius fokot meghaladó hőmérsékleten égtek el. A baleset helyszínén dokumentálandó a történteket, számos fénykép is készült, ám a kutatók óriási csalódására a fotó negatív az előhívása után teljesen üresnek bizonyult. Erre talán azok a helyszínen talált égett sziklaszilánkok adhatnak magyarázatot, amelyekben mágneses sugárzást kibocsátó ritka földfém lantánt és szilíciumpalát mutattak ki. A furcsaságok azonban még mindig nem értek véget. 9 nappal a tárgy lezuhanását követően 1986. február 8-án este 8:30-kor a lakosok két újabb, ezúttal sárgás gömböt észleltek, amelyek északról déli irányba repültek. Elérve a baleset helyszínét, 4 kört tettek meg felette, majd visszafordultak és elrepültek észak felé. Úgy tűnik, hogy Dalnyegorszk ekkoriban valamiért kitüntetett figyelmet kapott az idegenektől, mert több mint másfél év után, 1987. november 28-án este 23 óra 24 perckor 32 repülőtárgy jelent meg a semmiből a térség felett. Ez az észlelés azért is figyelemre méltó, mert az esetnek több száz szemtanúja volt, köztük katonák és civilek egyaránt. Beszámolók szerint a tárgyak összesen 12 település fölött repültek át, közülük 13 Dalnyegorszk és a korábbi baleset helyszíne felé repült, 3 a település felett lebegett, 5 objektum pedig a közeli dombot világította meg. A tárgyak hangtalanul 150 és 800 méteres magasságban mozogtak, és amikor átrepültek egy-egy ház felett, interferenciát okoztak a televíziókban. A jelenlévő belügyminisztériumi tisztviselők később azt vallották, hogy az objektumokat egy utcáról figyelték meg 23 óra 30 perckor. Egy tüzes tárgyat láttak, amely a Gorejli vulkán irányából repült. A tüzes tárgy előtt egy fénytelen gömb volt, annak közepén pedig egy vörös gömb. A szemtanúk másik csoportjába a Bor nevű helyi kőbánya munkásai tartoztak. Ők este 11 órakor figyeltek meg egy hatalmas, henger alakú tárgyat, amely egyenesen a kőbánya felé repült. Szélessége akkora volt, mint egy 5 emeletes épület magassága, hossza pedig körülbelül 200 vagy akár 300 méter. A tárgy elülső része világított, mintha égő fém lett volna, és a riadt munkások attól féltek, hogy a tárgy esetleg rájuk zuhan. A kőbánya igazgatója, Levakov úr pedig este 10:30-kor észlelt egy másik tárgyat, amely lassan mozgott, körülbelül 300 méteres magasságban. A hatalmas, szivar alakú járművön nem voltak szárnyak, és teljesen hangtalan volt. Egy másik szemtanú, egy Markina nevű óvónő viszont mást látott. Körülbelül egy 9 emeletes épület magasságában egy vakító fényre lett figyelmes. Egy fényesen világító gömb volt az, amely zajtalanul mozgott. Valamivel a gömb előtt egy sötét, fémes kinézetű, hosszúkás, körülbelül 10-12 méteres tárgy lebegett egy iskola felett. Ez a tárgy egy fél méter széles, lilás, kékes színű sugarat bocsátott le a földre, amellyel az alatta található területet világította meg. Az asszonynak feltűnt, hogy a sugárral megvilágított tárgyak nem vetettek árnyékot. A tárgy ezután lassan a domb fölé lebegett, az ekkor már vörösesre váltó fénysugár pedig úgy világította meg a sziklákat, mintha a jármű pilótái keresnének valamit. Ezután a tárgy a domb felett átrepült, és eltűnt a nő szeme elől. Maga a baleset helyszíne a tárgy lezuhanását követő 3 éven át egyfajta anomális zóna volt. A helyiek szerint a rovarok és az állatok is elkerülték a helyet, továbbá a mechanikus és elektronikus berendezésekre is hatással volt. Egy későbbi kutatócsoport tagjainak összes zseblámpája egyszerre ment tönkre, amikor a zónába értek, és csak hazatérésük után derült ki, hogy a lámpákban lévő vezetékek mintha elégtek volna. Dr. Dvuzsilny arra következtetett, hogy egy meghibásodott idegen űrszonda volt az, amely a dombra zuhant azon a bizonyos napon, majd a benne keletkezett nyilvánvaló károk ellenére végül sikerült felemelkednie és északkeleti irányba távoznia. A kutató egyébként egy 2004. december 29-én megjelent interjúban elmondta, hogy egyszer maga is látott egy landoló UFO-t.
csak egyszer ijedtem meg egy UFO-tól. Ez egy 1980-as kamcsatkai expedíció során történt, amikor egy furcsa korongot láttunk leszállni egy 90 méter mély tó közelében, árulta el Valery Dvuzsilnyi. A kutató egyébként foglalkozását tekintve biológus volt, ám az UFO-k vizsgálatát tette élete fő céljává. Négy szobás lakásában egy laboratóriumot alakított ki, és 2010-ig mintegy 1000 olyan anyagmintákból álló gyűjteményt halmozott fel benne, amelyeket olyan helyszíneken találtak, ahol a feltételezések szerint UFO landolt. Ő volt az első orosz tudós, aki felvetette, hogy az űrbéli látogatók a bolygó kérgében lévő geológiai repedéseket, töréseket használják a földgolyón való tájékozódási pontként. A zóna egyébként Primorszk vidékének valóban egyik leganomálisabb zónája. A területen található barlangok közül 14 olyan geológiai törésen fekszik, amely erős elektromágneses és gravitációs mezővel rendelkezik. Ternyei, Olga, valamint a tőlük kissé távolabb fekvő Árszenyeb városa szintén az UFO kutatók érdeklődésének kedvelt helyszínei, ugyanis az elmúlt 20 évben több mint 10 megmagyarázhatatlan UFO észlelés történt itt. Nos, mit gondolsz az elhangzottakról? Te is úgy gondolod, hogy egy ilyen szerteágazóan dokumentált eset valós bizonyíték lehet földön kívüli jelenlétre a bolygónkon? Netán kételkedsz? Mindenképpen írd le kommentbe, hogy mit gondolsz, illetve nézd vissza a korábbi videóimat is, mert találsz még hasonló témájú tartalmat a csatornámon. Iratkozz fel, ha tetszett az, amit láttál, így te sem fogsz lemaradni a soron következő videóimról. Köszi a figyelmeteket, sziasztok!